1952 óta ünnepeljük hazánkban a pedagógus napot. Minden évben június első vasárnapján tiszteleg az ország az oktató-nevelő munkát végzők előtt. Szombatén az állami és egyházi fenntartású intézményekben, a felsőoktatást nem számítva, több mint 1000 pedagógus dolgozik. A diákok létszáma meghaladja a 15 000-et. A jövő felé terelik a tanulókat a pedagógusok, ezt mondta a Bartók teremben rendezett pedagógus napon Puskás Tivadar. A polgármester kiemelte, a pedagógusok segítik a gyerekeket, és társként állnak a szülők mellett. A nemzet lámpásaként a pedagógus utat mutat gyerekeinknek, erősíti a lelküket. A pedagógus szép hivatását a jelenkorban teljesíti, de cselekedetei a jövőre hatnak. Munkája alapvetően meghatározza mindannyiunk eljövendő sorsát. A pedagógus napot óvodások, iskolások műsora színesítette, és elismeréseket adtak át. Szombathely oktatás ügyének segítése mellett díjazták a kiemelkedő pedagógiai munkát végzőket, és azokat, akik Szombathely oktatás ügyért, a város oktatás ügyének fejlődéséért sokat tettek az elmúlt években.